Immáron az új teremben köthetik fel a bandás tabajai öklözők. A sportolók július 1-jével költöztek ki a régi központi iskola tornaterméből, majd heteken át rendezték be új otthonukat a Vasvári Pál utcában. Az új helyen öltözők, szociális helyiségek, egy tágas edzőterem, valamint kiszolgáló egységek is az ökölvívók rendelkezésére állnak, ami nagyban megkönnyítheti a munkájukat. Hát gyakorlatilag annyiban más, hogy megalapodtunk egy 5 éves szerződésbe, tehát itt már biztos a helyünk, és hát jobb körülmények között is tudunk edzeni. Holnap már fogadok 4 egyesületet az országból, jön a Kiskola, Szekszárd, Mohács, és ugye mi leszünk a negyedik. Gyakorlatilag jó helyünk van. Be fogjuk ezt lakni, még kicsit fura, de szerintem minden jó lesz. Az 5 méteres ring mellett zsákok, kesztyűk és kondigépek is vannak a teremben, így minden területen megfelelő munkát tudnak végezni a sportolók. Az átadó ünnepségen Fercsák Róbert is köszöntötte az ökölvívókat. A polgármester elmondta, az Egyesület 2008-as megalakulása óta több nagy sikert is elért már, amit az önkormányzat próbál a lehetőségeihez mérten el is ismerni. Természetesen velük is folyamatos a párbeszéd, de eddig ők egy ideiglenes helyen tudtak tevékenykedni a valamikori központi fiúiskolában, de hát az kormányhivatal lett és lesz a jövőben is, tehát további fejlesztésekre kerül sor, és így együtt gondolkodtunk abban, természetesen nem magára hagyva a sportegyesületet, hogy hol tudnak új helyszínt találni maguknak. Ez az új helyszín az ő elvárásaiknak megfelelő. Az ünnepség után egy rövid bemutató edzést is tartottak, ahol a fiatalok számot adhattak tudásukról. A munka pedig tovább folytatódik a következő napokban, hiszen a hónap végén már versenyekre utaznak a bajaiak, majd az ősz elején országos bajnokságokon lépnek ringbe Gálos Tamás tanítványai.